emberekkel is ebbe tehető Playmobil figurát. Eiter Tamás, mintha régi feltételei, gyerekszobában készültek, műanyag elefántokkal, zsiráfokkal, pókákkal, színes padlószőnyegekkel. Rebecca Riesdijk, kicsit elrontom, fotóján, a fa ágvillája mögül kipukkantó női fej, mintha a törzsből nő neki, fura növényi humán kentaurt alkotva. Gerard Zug felhős tájában a verőfényes napsütést jelző tábla, mintha a komor természettel perlekedő, sematikus emberi optimizmust mutatná. Dorothy Schultz megrepett fal területét, csak rétával rátérkált széteső ablakot, mintha valóban a fekete ruhás nő alatt feszíteni szét igázi erővel. Birkan Szájár homályos apjai, mintha teste, de talán levegő lélek fényképek, impressionista tér volt. Friedlund csecsemő testei, testei, mintha újból gyártott horror kellékek lennének, levegő megérdőjelezett valódiság keltette súlytalanságban. Igé Bodmér reklami kompozícióján a fényfüggöny hátterén felfelé irányuló repülőgép ikon, mintha egy valódi repülőgép alul nézeti képe lenne, ez esetben ugye a perspektíva felvillan, és a képen hallagú hölgy hatalmas járólat négyzeteken egyenesen az égbe. Ugyancsak Bodmér színházi fotóján pedig a kopasz férfi fejből textúrája jelenik meg, képtelen grapefruit felszín, vagy éppen barázdált földön. Persze, ha egy kép idézőjelben jól meg van csinálva, és létezésének indoka kiismerül megcsináltságában, akkor mindössze optikai poénról, sikerült vizuális gagről beszélhetünk, ami képszennyezett korunkban már önmagában sem kevés lesz. Nyilván önök előtt sem ismeretlenek azok a világhálón keringő illúzionista felvételek, melyek egyikén például egy balettáncosnő látható, gigászi talpa felől fényképezve. A kislány olyan, mintha függelék lenne csupán saját hatalmas láb méretéhez. Egy másikon valaki stílusosan behajol egy lánggal lobogó távoli olajtorony előterében, s így a láng, mintha alfeléből törne elő. És így tovább. Mindez vicces, de nem több. Kiállításunk legjobb képei hátterében azonban önálló világok születnek, hollében trükkös szakadék fölött lebegő két kisgyerekének látványa a halál raffinált, de nagyon valóságos szakadékáról, létünk illékonyságáról is beszél. Friedlund csecsemő befőtje eszünkbe juttatja Swift provokatív javaslatát, miszerint az éhezés és a korabeli nemzetiségi problémák two-in-one módon megoldható az ír csecsemők elfogyasztásával. És vajon nem ugyanígy, és nem éppen mi faljuk fel a bolygót, és vele csecsemőink jövőjét a civilizáció nevében, még ebben a pillanatban is akár? Rebecca Riesdijk, kimondtam, emberfejű fatörzse az egyszerű viccen túl a fűben távolható ősszelleme ember és világ egymásra gyökerezettségének világába kalauzol vissza. Dorothy Schultz háttaláló, biciklikerékre támaszkodó ember alakja, a szürreálisan festényszerű húzatában szintén ember és natúra viszonyára kerék-nyom pár emlékezeti sebességre, arra, hogy beszállítozzuk a teremtés tereit, a küllőtt szélrózsa iránya pedig jelképezheti bolygónkat is. Nagy fenekünkkel ugyanis rátelepedtünk földanyánkra, azt is szikuralkozunk rajta, ami valójában ő tölel körbe bennünket. Ezek persze csak értelmezések. A frappán sojtok megkökkentő felvételek valóban az ábrázolt látványi túlra párhuzamos univerzumokban röptetik a szemlélőt, hiszen mint műalkotásnak legfőképpen ez is a cél. Ez nagyon jó jöhet. Ám ne feledkezzünk meg a kiállítás színteréről, a buszváron teremről sem. Vegyük tudomásul, hogy ahogy a képek lebegő kockáit beparkolták ide, a kiállító helyiségbe, ahogy köröttük nap mint nap menetrendszerűen beállnak a hajdani és a mostani buszok böhöm kockái elhelyezik otromba térkirakósuk elemeit, mozgásuk mozdulatlanságát elment izzó fémességük esténként fagyos acélkoporsóvá ültünk. Kapcsolatokról beszéltem az elején, ezek hozták létre többek között a kiállítást is, amely köré mi nézőként kapcsolódunk. Rejtelmes kapcsolatok négyét most így kiderül is széges legyen, a napon teljes lakossága is, kecsapottal a az ekkori csecsemők egyébként ma talán is kiveszok.
mindazok az utasok itt vannak, akiket a valaha itt megállt buszok élettartamuk során valaha is szállítottak. És ide gyűlnek az éveren keresztül az ismerősök ismerősei, a nemzetközi fotós koszorú összes mobiltelefonjában és e-mail címlistájában szereplő összes ismerős. Az ő szemünkkel látunk, a mi szemünkkel látnak, jó, hogy ennyien vagyunk, jó, hogy lépni sem lehet, jó, hogy egy gombos nőt lehetni sem. És ezzel a kiállítást megnyitom. Köszönöm szépen a figyelmet. Mutatkoztál? Te mutatkoztál akkor? Nem mutatkoztam be, Lacki János voltam, és még maradott ám egy darabig. Köszönöm szépen. Nem rossz. Rendezünk. Nem rossz. Manipulátor.